Karcag jellegzetessége a kunkapu. Diákolimpia lesz Karcagon, sebészeti ellátások aránya, Györfi napok megnyitója. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 18-án 18 óra 5 perckor. Korábbi híradásunkban már beszámoltunk róla, hogy a kunkapuról könyv is készült. A Csokonai Könyvtárban mutatták be dr. Eskovács Ilona etnográfus, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökének most megjelent Kunkapu című tanulmánykötetét. Most dr. Nagymolnár Miklóst kérdezzük, mit is kell tudnunk a kunkapukról. Kapubálvány, két oldalt és a fedél, ami összeköti. Nagykunság gazdag faragó hagyományát, amelyet a 19. század utolsó harmadában élte fénykorát Karcagon is. A vésett díszű fedeles kunkapu, a faragott nagykapu oszlopok és a vésett díszű fejfák sok helyen megtalálhatóak voltak, már ma csak elvétve látni ilyeneket a városban. A nagykunságban főképpen Karcagon lehet ezeket a fedeles kapukat látni, ennek megvan a hagyománya is, hiszen augusztus 20-án, illetve a nagykunsági kulturális napok alkalmából egy ilyen emlékművet is avattunk ugye a református nagytemplom mellett. Azon a kapun lehet látni tulajdonképpen minden olyan jellemzőjét, ami a kunkapura jellemző kell, hogy legyen. Tehát ugye a két bálvány oldalán, ami faragott és kapubálványt felül pedig összefogja egy fedél. A fedél az olyan koporsó alakú fedél, és azon különböző állatfigurák szoktak lenni, kígyó és egyéb figurák szoktak lenni, vagy nem. Tehát attól függően, hogy ki hogy csinálta. És ez ugye a régi nagy redemptus házaknál, ez volt a bejárat, és mellette a nagy hatalmas 3 méteres palánkerítés húzódott a telek határán. Tehát ezért jellemző ez a kunkapu. Kicsit másabb, illetve jóval másabb, mint például a Székely kapu, de nem annyira közismert. Itt a nagykunságban természetesen több településen többféle változata él még. A nagykunsági fafaragás virágkorában 1906-1908 között készült az első sorozat, 1911-ben a második és 1928-ban a harmadik. A pusztulás és a kapukészítési hagyomány felélesztésének korából az 1990-es évekből egy teljes fényképgyűjtemény maradt meg. Nagyon fontos, hogy minél több új kunkapu legyen, hiszen 1990-es években ezek elfogytak. Február 20 és 23-a között városunk ad otthont a Diákolimpia asztalitenisz országos döntőnek. Erről tegnap a Városi Sportcsarnokban tartott sajtótájékoztatót Szepesi Tibor, a Karcagi Sport Egyesület ügyvezetője, dr. Bóka Lóránd, a Magyar Diák Sport Szövetség Észak-Alföldi Régió regionális irodavezetője, Veres Pál, a Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület titkára, Csornai Csaba, a Megyei Szövetség elnöke. Szepesi Tibor elmondta, a sportág legjobbjait, a megye első helyezettjeit várják Karcagra. Ezen a legnagyobb létszámú diáksport rendezvényen valamennyi korcsoportban több mint 300 amatőr és igazolt játékos vesz részt egyéniben és csapatban. Immár hosszú idő óta megelégedésére a Magyar Diáksport Szövetségnek, illetve a résztvevőknek, hiszen mindig megkérdezik a verseny résztvevőit, hogy mi a véleményük az elmúlt versenyekről, és hát ezek szerint pozitív véleményük volt. Így ebben a tanévben is, a 2019-2020-as tanévben Karcagon kerül megrendezésre az asztali tenisz diákolimpia országos döntője, ami egy hosszú verseny sorozat vége, hiszen több mint 3000-en neveztek országos szinten erre a megmérettetésre, diákokról beszélünk, tehát itt mindenki alsó, illetve középfokú tanintézmény tanulója. Ők nevezhetnek erre a diákolimpiai rendezvényre, és hát a legjobbak, tehát a megyei elsők egyéniben, csapatban, korosztályban juthattak el az országos döntőre. Így lesz az a több mint 300 fős mezőny, amely a 4 nap alatt Karcagon megméretteti magát asztali teniszben. Van karcagi versenyző, aki tovább jutott. Én bízom abban, hogy folytatódnak az előző évek sikerei, és
ha nem is olyan szinten, hiszen azért volt már országos döntő, dobogós helyezésünk is, de azért bízom benne, hogy méltón helyt fognak állni a versenyen. A rendezvény 2020. február 20-án csütörtökön 10 órakor kerül megnyitásra, és természetesen utána folyamatosan következnek a különböző korosztályos versenyek. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is minden reggel egy pici megnyitóval várjuk az ideérkezőket, hiszen minden nap más korosztály fog versenyezni. És hát természetesen folyamatosan az eredményhirdetéseket is lehet majd látni, ahogy véget ér egy korosztály, egy egyéni vagy egy csapatverseny, természetesen utána az eredményhirdetésen is átadjuk azokat a díjakat, amelyeket megérdemelnek a gyerekek. Valóban nagyon sok munka van, és nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ismét sikeres országos döntő részesei lehessenek az ide látogatók, hiszen ahogy mondtam, több mint 300 versenyző, de hát természetes, hogyha a kísérőket, az ideérkező szülőket, csapatvezetőket, testnevelőket veszük, akkor közel 1000 fős részvételre számítunk a 4 nap során. A többségük, akik nagyon-nagyon messziről érkeznek, hiszen itt vannak olyan kisebb falvak is, amelyek szerintem néhányan azt sem tudjuk, hogy a térképen merre találhatók. Nyugat-Dunántúról, Észak-Magyarországról érkeznek csapatok, testnevelők, szülők, ahogy mondtam, és hát a többségük itt is alszik Karcagon, tehát nyilván azokról a programokról is, lehetőségekről is gondoskodnunk kell, amelyik az ők itt tartózkodásukat szolgálják. Negyedik alkalommal rendezi Karcag az országos döntőt. A tanévben több mint 3500-an neveztek a versenysorozatra. Az egyéni versenyzők mellett több mint 260 csapat is nevezett. Dr. Bóka Lóránd elmondta, az országos döntőn azok a versenyzők, akik egytől a harmadik helyen végeznek, jogosultak lesznek a továbbtanuláshoz plusz 10 pontra, amit a Diákolimpiai Sportszövetség harcol ki. Az egyik legnagyobb számú verseny, ez annyiban is igaz, hogy idén az egyéni versenyzők tekintetében több mint 3500-an neveztek erre a versenysorozatra. Ebből kerülnek ki a legjobbak, és jutnak el ide Karcagra az országos döntőbe. Csapat verseny tekintetében pedig több mint 260 csapat nevezett. Mindkét szám nagyobb, mint a tavalyi évben. Ennek rendkívül örülünk, hogy emelkedik a résztvevőknek a létszáma. Bízunk benne, hogy ez a tendencia jövőre is folytatódni fog. Ami nagyon fontos, és mindenképpen meg kell, hogy említsem, hogy az országos döntőn azok a versenyzők, akik dobogón végeznek, egy-három helyek valamelyikét megszerzik, ők jogosultak lesznek a továbbtanulás során 10 pontot szerezni, kapni. Ez egy nagyon nagy eredmény a Diáksport Szövetségnek, hogy ezt évekkel ezelőtt ki tudta harcolni. Én bízom benne, hogy a jövő heti versennyel rendezéssel kapcsolatban minden simán fog zajlani. Eddig sem volt semmi probléma az elmúlt években. Veres Pál szerint Karcag most is jó házigazdája lesz a versenynek, felkészültek csapatok fogadására, ellátására. A versenyrendezés tulajdonképpen két nagy részből áll, a szolgáltatási részből és magának a szakmai részéből. Mind a kettőből felkészültünk. A szállás, étkezés a csapatok rendelése szerint fog megtörténni. A szakmai részt meg majd gondolom Csaba barátom részletesebben el fogja mondani. Megtörténtek a nevezések, az országos szövetségtől megkaptuk a listát. Tulajdonképpen az van hátra, hogy várjuk szerdától, illetve csütörtöktől az ide látogató valamennyi versenyzőt, kísérőt, és úgy gondolom, hogy Karcag egy újabb országos döntő jó házigazdája lesz. A szakmai előkészületek is rendben zajlanak. A 16 asztal mellé természetesen 16 asztalbíró is működik majd. Talán ez volt az a feladat, amit a legnehezebben tudtunk megoldani. Még jelenleg is szervezzük a bírói létszámot, hiszen ahhoz, hogy 16 játékvezető asztalbíró folyamatosan működhessen, az legalább 20 főre van szükség. És ez nem egyszerű dolog egy aránylag kis körzetből ennyi vizsgázott játékvezetőt kiállítani. De ahogy eddig is, én azt gondolom, hogy tudjuk majd produkálni ezt, vagy megfelelnünk ennek a kívánalomnak is. Én azt gondolom, hogy összességében készen állunk arra, hogy fogadjuk az ország legjobbjait, és bízunk abban, hogy ugyanúgy elégedetten távoznak majd erről a kiváló versenyről, mint ahogy az elmúlt években.
Csornai Csaba elmondta, naponta 16 asztalnál versenyeznek majd a döntősök, akik között megyebeliek is lesznek. Több mint duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya. Az egynapos sebészeti ellátások aránya 2010-től 2019-ig 38,3%-ról 80%-ra nőtt, a kórházak így egyre több beteget tudnak fogadni. Az egynapos beavatkozások bővítését a kormány 8 milliárd forint értékű fejlesztései tették lehetővé. A megyék közül Fejér és Vas áll a legjobban, 90% feletti arányjal, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 60%-hoz közelít az egynapos sebészet részesedése a műtéti ellátásokban, írták. A tárca az egynapos sebészet előnyei közül kiemelte, hogy a betegekre jótékonyan hat az otthoni gyógyulás, így hamarabb felépülhetnek, és rövidebb időre esnek ki a munkahelyükről. Gyors sebészeti eljárással 554 beavatkozás végezhető el. Többek között a laparoszkópos epető eltávolítás, sérvműtét, szürkehályog műtétek olvasható a minisztériumi közleményben. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában megkezdődtek a Györfi napok. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában a Györfi napok keretében kedden Kardosné Szilágyi Anikó tanárnő megemlékezett a névadóról, a jeles néprajztudósról. Sajnos reggel dörgött, villámlott, aztán szakadt az eső, így nem mertük bevállalni azt, hogy az első osztályosokat a Múzeumparkban lévő Györfi szobornál fogadjuk, és ott emlékezzünk meg Györfi István születésének évfordulójáról. Természetesen a megemlékezés nem maradt el, hiszen házi keretek között rendeztük meg a kisiskolában. 11 órakor megtörtént a megemlékezés, és addigra hál' Istennek már a nap is kisütött, bár a szél az továbbra is fújt, de a déli órákban a kicsik átsétáltak a Györfi szoborhoz, és ott elhelyezték a megemlékezés koszorúját. A tantervükbe pedig azóta már ott lóg a falon Györfi Istvánnak a képe, amelyet majd évről évre visznek magukkal a saját tantermükbe, így is jelezve azt, hogy ők a Györfi István Katolikus Általános Iskolába járnak, és ők büszkék névadójukra, a jeles néprajztudósra. Györfi István volt a Budapesti Egyetemen a magyar néprajz első professzora, a tudomány egyik hazai megteremtője. Foglalkozott a kunság néprajzi problémáival, különböző néprajzi csoportok kialakulásának körülményeivel, ajdúk, matyók. A népviselet és a népművészet körében végzett kutatásai alapján kiváló monográfiákat írt. Bizonyos mértékig a népi írók, falukutatók irodalmának volt az előfutára. Neve a Györfi István Kollégium, illetve a belőle kinövő Népi Kollégiumok Országos Szövetsége mozgalom révén vált ismerté Magyarországon. Ezután az énekkar tagjainak műsora következett, majd megkoszorúzták az aulában lévő Györfi István szobrot. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!